immár 8. éve rendezik meg a kerületi közép- és általános iskolások számára a katasztrófavédelmi napot. A diákok számára különösen izgalmas polgárvédelmi feladatok megoldása első halásra talán egyszerűbbnek tűnhet, de a rendkívül változatos feladatok nagy odafigyelést igényelnek. Egyik alpolgármesterünk is a vetélkedő mellé állt. Véleménye szerint is alapvető fontosságú a lakosság vészhelyzetekre való felkészítése. Hivatalos szervek, mentők, tűzoltók, stb. Előtt a helybéliek tudjanak gyorsan segíteni, hiszen a katasztrófák utáni első percek döntően befolyásolják a későbbi történéseket. Itt pedig minden olyan feladatot kipróbálhattak a gyerekek, ami egy igazi vészhelyzetben előfordulhat. Általános polgárvédelmi ismeretek, egészségügyi tűzoltásnak a szabályai, rádiónavigációs és tájolási feladat, illetve légpuskalövészet, ezek voltak a versenyszámok. Ennek a versenynek az a célja, hogy egyrészt a versenyre történő felkészülés során a gyerekek olyan ismeretekre tesznek szert, ami egy katasztrófa helyzetben mindenféle